Itt van már velünk még egy szár, aki beengedést tekint az életébe, méghozzá RL Junior. Igen, a FEM 3 is rajtatok igen, keresztül. Igen, elég nagy változásokon mentél keresztül, ugye különböző. Igen, vezettem egy-két hét műsort, és annyira megtetszett, vettem otthon egy ilyen kanapét, két ilyet, és beültem a rányomra, és felportoztam magam. Eladom, mielőtt feltöltenénk, az, és lecsapálom. Már megvan, vettem ugyanilyet, mondom, én úgy kezdem, ebben felportozom én magunkat a rádióban. Mindenből kettő kell, tehát ahogy egyébként a magánéled, mert pont egyébként, ugye jól tudom, lezártad az előző kapcsolatodat, és egy új párkapcsolat van kibontakozóban, nagy szerelem, ahová már mondjuk a gyerekeidet is bemutattad. Hát igen, a nagyobb fiamat, igen. Ez egy nagy szó, tehát ez egy komoly kapcsolat. Igen, beszéltem egy-két barátommal, akik közszereplik, és mondták, hogy ez nagy lépés, hogy megmerted tenni, és azt hiszem, hogy... Itt van egyik. Igen, most vittem az oviba egyébként. És késtünk, és vitt két szár rózsát. Remélem, ez nem ma reggel készült, tehát attétában legyen. Hideg van, nulla fok. Nem, és két szár virága mentünk az oviba, és mondta, hogy elnézést a késésre, és három éves, és tudja, úri emberként adotta az óvanéniknek virágot. Mert késtünk 10 percet. Már a kenyerezés így. Tényleg, hibázott felelősséget tanuljuk meg, hogy apa elaludt, és ő ad virágot. Ez a felelősség. Milyen szerényed az órát is azért kibigyezted a képpel, tehát ez tetszik egyébként. Nem tudom, szerintem pantomimeztem, nem tudom, egy fél órát mire ez a képségéző, nem tudom. Nem vagyok ilyen egy szelfi bubus, ami jön és kész, most is látod, gyorsan fotóztunk itt, és már fönn is van a Facebookon. Igen, már a net fent van? Igen, már megtekinthető egyébként. Tegeltünk téged. Igen, te is ezzel a szociális média gondolattával azért haverkodj össze, nem árt. Ő gondolkoztam ezen. Tanást. De ahogy azért, gondolod, azért tudom, hogy eltűntél, de most itt vagy, és nagyon jó helyen és vagy. Jó az így, gondolkozom ezen egy olyan 20 évet még. 20 évet, 10 év van. Megvárom a legjobbat. Fotozták őt eleget. Szóval életed legnehezebb időszakát éled, nem? Tehát, hogy ez kimondható, hogy ez azért egy egészen harc, keményen igen, hát harcokon, kompromisszumokon át. És mégsem. Gyerekek hogy viselik? Jól, mondom, hogy 3 éves lett, ő 1 éves, egy kicsi a Dávid Laurent, és egy éves, és nem tudom, azt mondják a pszichológus, hogy érzik biztos, de hogyha én így vagyok 100% kapva, hogy elviszem, most is tegnap nálam aludt, egyedül voltunk egyébként, tényleg egyedül aludtam a fiammal most, és reggel meg elvittem moviba, tehát 100% apa vagyok, fürdetem, öltöztetem, mindent a vannak, mennyit vannak nálad? Ilyen heti 2-3 napot alszik nálam a Lacika, és minden napot vagyok, nézem ilyen kis golyófejűek. Úgyhogy el vagyok. Egyébként ennek a szakításnak, vagy a válásnak az okait egy dal van tökéletesen. Leírtam, elmondom, elreppelem, elénekelem, úgyhogy nagyon egyszerű, őszinte, és mégis megindító ez a dal. Ott vannak az okai, az új albumon. Még általában az itt menni, az ilyen, mondjuk, hát mondjuk úgy nem feltétlenül pozitív, de egy ilyen nehéz dolog azért inspirálni szokta a művészeket. Minden harc, minden vágyakozás, minden kudarc, mindenből lehet meríteni. A Csillával milyen a kapcsolatod egyébként most? Jó. Harmonikus. Hát kell idő. Együttműködünk a gyerek érdekében, és tökéletesen igen. Vittem valamit, hogy igen. Igen, igazából ami fontos, hogy meghoztuk azokat az áldozatokat, őnek is nagy dolog volt, úgy adni a mi gyerekünket, hogy tudja, hogy az én barátnőmmel leszek. Uh-huh. Ez egy óriási áldozat az ő részén is, én tudom, hogy... A végén sokat harcoltatok? Már az elején is, a közepén is, végig sokat, és most ülepedetlen. Uh-huh. 10 hónapja egyébként, 10 hónapja csak. És akkor most jött ki ez a téma így is. És akkor megengedte, hogy elvigyétek közös programra. Igen. Hát ez a program az, hogy hazaviszem, zongorázunk, játszunk, kirakosozunk. És hogy fogadta a fiad az új párodat? Hát először kimérten, kb. Még egy 10-11 hónapja, kedves mindegyeteim kimértek voltak, aztán szépen lassan. Tehát nincs az, hogy mi papás másat játszunk a barátnőmmel, hanem tudjuk, hogy van anya, van apa és van a barátnőm. Tehát ez teljesen tisztán ez le van így osztva ez a kártya. Hogy fogod te azt viselni, hogyha mondjuk Csillának új párkapcsolata lesz? Ez apának mindig ez itt a nagy kérdés mindig, hogy hazamegy ugye a kisfiad, és akkor ott van egy másik férfi. Hogy hol lenne? Tehát azt, hogy mondjuk a Csillának... Nem, hogy a Csillának lenne párja. Igen, tehát egy új párkapcsolatba kezd a Csilla, és azért előbb-utóbb erre is sor fog kerülni. Te ezt hogyan fogod viselni? Hát figyelj, azért mondjuk gondolom, hogy ez még nagyon korai. Tehát még nagyon korai, de majd... Neked már van párkapcsolatod, de neki ez még nagyon korai. De neked ez nehéz úgy tűnik, hogy ez nehezebb lesz. Nem tudom, hogy nekem nehéz, vagy neki nehéz ez. Nem csak, hogy ezen gondolkoztál-e már, hogy mondjuk amikor tényleg el fog telni egy bizonyos idő, megy tovább az élet, őnek is kell majd egy párkapcsolat az életébe. Jön egy párkapcsolat. Igen. A barátnőm szokta ezt mondani, rendesen már elvárja a barátnőm, hogy legyen már párkapcsolat a Csillának, és akkor nincs ez a rumli mezdánok, hogy mindig van egy-kettő azért, két hölgy között azért még mindig vannak itt. Hát csak hogy te ezt hogyan fogod tudni feldolgozni, meg elviselni?
Hát nincs más az életrendje, hogyha így lesz, de nem hiszem. Biztos az, hogy ez engedni fog. Hát ezt nem gondolnám azt, hogy engedni fogom azt, hogy egy férfi ott legyen, két gyerekem, mert kelljen föl. Tehát én ilyen szempontból lehet, hogy önző leszek, és ilyen szempontból... Mert úgy ismernek, hogy te is egy ilyen alfaim típus vagy ebben a szempontból. Ebben a pillanatban, aztán lehet, hogy csak most nagy szám van, és most csak az érzelmek ilyen erősek. Lehet, hogy olyan együttműködő leszek, hogy tényleg a nem tudom, az európai liberális értékre tűntek, a demokratikus értékre, mint a kiszolgálom. De nem lehetetlenítheted el az. Nem teszem ezt, csak most még felkavarnak ezek a dolgok, hogy a gyerekeim miatt. Csak még van még egy három év, legalább erre. Nem, most figyelj, költsi be erre a gyerek. Nem tudom, még ezek nagy kérdések, amiket János, nem jó így megvitatni, nincsenek itt a lányok. Egyszer meg én neked látom. És ösztűzbe egy junior középen. Nem akartok beszélgetni ti ketten, és akkor én nem kell, hogy kérdezzek. Én jó felvetés, de nyugodtan kérdez valamit. De bekérdezett, jól kérdezett. Majdnem egy éve egyébként, szokta, hogy eljöttél otthonról, és sikerült titokban tartani. Szerinted mi ennek az oka? Minden kiderül. Ma már a celebek. Jó, közösségi médiakkal, jól vagyok az újságban. De tényleg? Mi az oka ennek? Hát nem akartuk itt, hogy miért nem derült ki. Igazából mindent kiderítenek. Nem akartuk kiderülni. Nem akartam. Figyeltem. Az elején akkor azt mondod, hogy a minden újságíró megkeres ezzel, semmi másról nem fog szólni ez az egész dolog. A gyerekek is meg... mondjuk ez gyerekeknek a kárára is mehet, ugye? Nem akartuk, nem voltunk biztosak egy csomó dologban. Nem akartuk. Úgy akart, biztos döntést akartam mondani. Elmondani, hogy így alakult az életem, jelenleg ez van, sok minden változhat is. Mert próbálkoztatok azon, hogy helyrehozzátok ezt a helyzetet? Igen. Uh-huh. Ez már hosszú ideje tartó történet, és nem is mondtam volna el egyébként, hogyha egy ismerősöm, egy volt kollégám, nem ír SMS-t, hogy ő most rólam fog borítani, egyébként újságról, már kerestek egyszer-kétszer ez ügybe, uh-huh. és próbáltuk elhárítani, hogy nem volt ezzel romlni. Nem volt, és most én úgy tudom, hogy jó, ez egy nagy teher, itt tök jól lemegy rólam, és legalább elmondom. Figyelj, lehet ítélkezni, meg lehet kővel dobálni, meg minden, mármint nem nektek, hanem aki vannak az álszent emberek, és most annyival másabb a szociális média, hogy látjuk a kommentelőket, nem egy vitaminsorban, hanem olvassuk a véleményüket, az ő figyelmet. Nem hiszem egyébként, hogy mondjuk ezzel kapcsolatban ítélkeznének az emberek, tehát hogy gondolom azért az elsődleges dolog az, hogy mi a legjobb a gyereknek. És ez is azért... Pontosan ez a legfontosabb szempont, köszönöm, hogy ezt elmondtad, pontosan az, hogy tehát épüljön a gyerek, és a szelleme maradjon épp, és az egész fejlődéssel legyen harmonikus. 24/7 ölnétek egymást otthon, annak a gyerek iszza meg a levét. Igen. Pontosan ott a pont. És akkor, amikor odamész és meglátogatod őket, akkor tudjátok, vagy félre tudjátok tenni esetleg a konfliktusokat? Ott, nincs konfliktus, akkor megbeszélünk, együttműködések vannak, uh-huh. napi programok, amiket megbeszélünk, tökéletesen működnek. És nincs pár gond, tehát most már ez így bejárt út, és sokkal, sokkal jobb jelenleg így. Aztán soha nem lehet tudni, hogy mi lesz még. Nagyobbik gyerkőc megkérdezte már tőled, hogy mi történik éppen, mi történik velük? Nem. Nem? Nem, tudom, hogy a nagyobbik gyerkőc, hogy apa megy dolgozni. Mi ezt mondja, apa megy dolgozni, de tudja? Mondja a barátnőm nevét, hogy megyünk oda, tehát tudja ezt? Képbe de azt van. Mondja, hogy dolgozni mész. Estenged, még igen, még most tanuljuk a szavakat, három éves, ugye dolgozni, az igéket most tanuljuk. Azért kicsi is felismeri gondolom az édesanyját, ő még nem látta akkor a új párkapcsolatodat. Egyszer vagy kétszer találkoztak a Csillával, a párom, és akkor ott volt a kis fiú is, a Dávid is, a legkisebb fiam, és így beszélgettek, de... Tehát igazából Lacika az, akivel tudok kommunikálni. Nekünk apáknak azt hiszem 3-4 éves kor, amikor érezzük, hogy apák vagyunk, mondjuk gügyök, büfög, nem tudom, tehát ez nem tudom, hogy mit csinál, pisír, bekakír, mit csinálunk, hogy anyuka tisztába teszi nekünk, ez nem egy élmény. Onnantól élmény, ahogy kommunikálunk. Átérzem. Nézed és figyelembe kíséred. Igen. Én imádom a gyerekeket, alig várom, hogy gyerekeket. Tisztába tenni, még alig várom, hogy bekakírjon. Én nem a prioritások, tehát mondjuk úgy, hogy másra vannak a predesztinálva a nők és a férfiak, tehát én is tisztába teszem a kérdést, mondjuk ezt megszámolom egy kezemben az elmúlt 5 hónap alatt. De. Én meg nem tettem tisztába, de ki fogok próbálni. De ha nagy a baj, akkor meg tudja oldani. Már ha nagy a baj, akkor meg tudom oldani. De pontosan más vagyunk predesztinálva. Igen, de most, hogy bármi is tudunk kommunikálni, isszuk szavait, ő is szamiénket, és így mondjuk ez egy óriási apa-fia szerelem most, ami van, és ez gyönyörű szépen működik, gyönyörűen működik. Sok sikert kívánunk rá, tényleg a gyerekek meg a azt mondhatom, hogy az új album az én utam, az reklámnak minősül az nem, mondja csak, album. Szeretünk a gyönyörű, mondja nyugodtan. És már mindjárt kín lesz, hogy pár nap, és a boltokban lehet kapni mindenhol. És ja, iTunes-on is. Igen, köszönöm. Köszönjük szépen.